Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Kíváncsi vagyok, mit közölnek a kártyák. Itt ezen a képen látható a veszteség vagy a szegénység, ha ebbe az irányba tekintesz. Viszont a háttérben ott van a gazdagság, ez a pagoda, ahova fel tudsz lépni lépésről lépésre ezen a lépcsőn. Tehát elérhetőek a célok. Nem ezeket a gondolatokat őrizd, vagy ezeket a félelmeket, hogy elveszítesz valamit, a pénzt, a munkahelyedet, bizonyos kapcsolatokat, hanem építs ki valamit, tekints más irányba. Itt ezen a képen te vagy látható, ha te egy hölgy vagy, és uralkodsz a víz eleme felett, és a víz eleme jelenti az érzelmeket. Tehát itt szerelemről, párkapcsolatról van szó. De ügyelj az érzelmeidre, mert ha megjelenik itt a veszteség, amit a másik kártya mutatott, és félsz attól, hogy elveszíted őt, akkor elveszíted a talajt a lábad alól. Inkább legyen meg a hit, a bizalom és a szeretet. Ez a férfi is töpreng valami felett, nagyon bizonytalan, vagy egy olyan helyzetben van jelenleg, ami elszomorítja őt. Itt vannak még korlátozások, félelmek, bizonytalanságok, de nyisd ki a szemed, lépj ki ebből a helyzetből, vagy ezekből az érzelmekből, ami félelmeket vált ki nálad. Most kiugrott egy kártya, de én ezt mindig úgy szoktam közölni, erre nincs szükségünk. Tehát van itt még elég kártya, amiből húzok egyet. És látható itt egy hosszú út. Az azt jelenti, légy kicsit türelmes. Türelem rózsát terem, és itt kivirágzik valami az élet utatokon. És ez a hosszú út azt jelenti, itt lesz egy tartós párkapcsolat, ami eltarthat tulajdonképpen az életed végéig. Most megtekintjük a kártyákat újra. Itt látható a veszteség, de ez tőled függ, hogy milyen irányba tekintesz, hiszen a gazdagság, a jólét, a biztonság, a szerelem ott van a háttérben. Tehát fordulj oda. Itt ügyelj az érzelmeidre, hiszen te vagy itt a királynő, aki uralkodik az érzelmek felett. Azt is jelenti, hogy ez a férfi így tekint rád. Megkapod a megbecsülést, és itt a víz eleménél
érzelmekről van szó, de hát ez a férfi szeret téged. Neki még vannak itt gondjai, problémái, ami téged is elbizonytalanít, hiszen előfordulhat az, hogy ő most visszahúzódik. De itt lesz egy közös, hosszú életút, és ebben bízhatsz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!